Nagy volt a forgalma hétvégén a Balaton-Mária fürdői kikötőbe. A jó időnek köszönhetően egyre többen teszik vízre a vitorlásaikat. 78 helyünk van, 5 darab bartos helyel. Ha jól tudom, akkor máma 12 vagy 13 hajót tettek lefele. Hát úgy néz ki, hogy május 1-re telített lesz a kikötőnk. Gondos előkészületek előzik meg a vízretételt. Ilyenkor festik le algagátlóval a hajók alján található tőkesúlyokat. 10 hajót raktunk máma vízre, de várhatóan lesz még 3-4. A hajók vízrebocsájtása nagy odafigyelést igényel. Úgy, jó van, enged annyit, nem kell az összeset átkúzni. A többség már rutinos hajósnak számít a Balaton-Mária fürdői kikötőbe. Bízunk benne, hogy az idei vitorlásai hasonló lesz a múlt évéhez, és kiveszik a részünket benne. Ilyenkor van egy kis izgalom, amikor vízre kerül a hajó? Hogyne, megy az izzadás, melegszünk az időt, püttül a nap kívülről, meg a munkától izzadunk egy kicsit. A szeszélyes, szeles áprilisi időjárás kedvez a hajósoknak, akik a jövőben ki is használják majd a vitorlázási lehetőségeket. Mire kell ilyenkor a legjobb a figyelmetek? Hogy a hideg sört ne felejtsük otthon, ez a legfontosabb. Most, hogy vízre megy, ki is futtok? Nem. Árbocállítás ilyenkor, meg vannak olyan kis műveletek, amiket el kell végezni. Persze ki lehet menni, az idő jó. Ebben az évben, május 10-én és 11-én Siófokad otthont a Vitorlás Szövetség szezonnyitó rendezvényének.